40%-os terméskiesés, a csapadékszegény időjárás és a rendkívüli meleg miatt jelentős károk keletkeztek a megyében a napraforgó és a kukorica ültetvényekben. Több lakás épülhet, évente mintegy 250 új lakás épül a megyében, ez a szám növekedhet a családi otthonteremtési kedvezménynek köszönhetően. Szent Liturgia több ezer hívő jelenlétében ünnepelték a Szűz Mária kegykép könnyezésének, valamint a Mária Pocsi görögkatolikus kegytemplom zarándok helyé válásának 300. évfordulóját. A csapadékszegény időjárás és a rendkívüli meleg miatt jelentős károk keletkeztek a napraforgó és a kukorica ültetvényekben. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Azokon a területeken, ahol nincs öntözésre lehetőség, akár 40%-os terméskiesés is lehet a szárazság miatt. A termelők várható árbevétel kiesését a kárenyhítési alapból szeretné pótolni a megyei agrárkamara. A szélsőséges időjárás hatásait idén megtapasztalhatta mindenki. Évről évre egyre gyakrabban alakulnak ki olyan időjárási körülmények, amelyek jelentős károkat okoznak a mezőgazdaságban. A hetek óta tartó rendkívüli meleg miatt veszélybe kerültek a megyében a kukorica és a napraforgó ültetvények. Napról napra nő az a százalékos aránya, ahol a napraforgó és a kukorica dinnye, illetve minden olyan növény most már, amit nem tudunk öntözni, egyre nagyobb százalékban károsodik. Épp a mai nap terveztük, hogy a miniszter úrnak felhívjuk a figyelmét, hogy a megyénket a szájsújtotta területén nyilvánítsa, ugyanis ez ad majd jogalapot arra, hogyha a kárenyítésben most bejelentkeznek a szájkárt jelentve, akkor abból a kárenyítésből a kárenyítési juttatás formailag előtt, törvény által előtt útjait bejárva, akkor kárenyítésben részesülhetnek. Azokon a területeken, ahol nem tudnak öntözni, akár 40%-os terméskiesésre is számítani lehet. Természetesen mind a biztosítók, mind az állam felé sokkal több kárenyhítési igény érkezik be ilyenkor. A biztosítók esetében a tavainál 50%-kal több kártérítési igény futott be. Amennyiben átlagosan nézzük meg a mezőgazdaságot éves szinten ért károkat, akkor közel 130 milliárd forintos összegről beszélhetünk. Annak ellenére, hogy mostanában mind a mezőgazdaság, mind a gazdaság egyre kiszámíthatatlanabb, a mezőgazdasági területek csak közel fele van biztosítva. Mint ahogy említettem, napról napra nagyobb százalékot foglal el az, ami már visszatérítetlen kárt szenved el a csapadékhiány miatt. Ez jelenleg a kukoricánál közel 40% lehet, napraforgónál egy 25-30. A kamara elnök azt is elmondta, hogy aszály után szinte elkerülhetetlen azoknak az élelmiszereknek az áremelkedése, amelyeket leginkább sújtott a száraz idő. Az aszálykár bejelentése idén a milliárdos károk miatt is fontos. Még 8-10 évvel ezelőtt évente közel 2000 lakást építettek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, addig az elmúlt években évente körülbelül 250 új lakást regisztrálnak, tájékoztatta televíziónkat a megyei területi építészkamara elnöke. Vég József hangsúlyozta, a piacon javuló trend indult el, ezt többek között a családi otthonteremtési kedvezmény, azaz a csok is segíti. Egyre gyakoribb Magyarországon az energiatudatos építkezés, valamint az elmúlt években sokan választják az úgynevezett kézházakat is. A szakemberek azt mondják, a legtöbb építkezés előtt állónak utóbbi háztípusnál az olcsóbb kivitelezési árak dominálhatnak, hiszen akár 110 ezer forint per négyzetméter árakat is ajánlhatnak a kézházakkal foglalkozó cégek. A kézházak árában, üzemi árában nincsen benne az alapozás, nincs jelentős mértékben benne az épületgépészet, az ezekhez tartozó szerelvények, a villamos dolgok és lámpák, stb. Ez azt jelenti, hogy az épület árának jelentős részét azok a kézházas fajlagos árak, amik ilyen 110 ezer meg hasonlókról szólnak, nem tartalmazzák. Ma keleten, itt az ország keleti részében 200 ezer forint bruttó össze körül becsüljük a hagyományosan épített lakások árait, és szomorúan kell most elmondanom a tévénézőknek, hogy a kézházak végső ára, amikor minden összejön, az sem lesz mértékadóan, de lehet, hogy egyáltalán nem lesz kevesebb, mint egy hagyományos építésű ház. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt években drasztikusan visszaesett az építkezések száma, tette hozzá a kamara elnöke. 2000 kezdetétől egészen a 2007-es évekig
jelentős mértékben épültek családiházak és társasházak is úgy a megyében, mint az egész országban. Ebből a szempontból érdekes adat, hogy 2007-ben még megyei szinten, tehát Szabolcs-Szatmárban 1500-2000 nagyságrendű lakás átadására került sor. Ehhez képest a ma kezembe lévő adat szerint 2013-ban, ami nem volt régen, 254 darab lakás átadására került sor mindössze a megyében. Az ágazat azonban fellendülést vár, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, sokan érdeklődnek az idén július 1-től elindult családi otthonteremtési kedvezmény, azaz a csok után. A visszanemtérítendő állami támogatás mértéke akár a 3.250.000 forintot is elérheti, és már használt lakásra, házra is lehet igényelni. Több ezer hívő jelenlétében Szent Liturgián ünnepelte a Hajdúdorogi Főegyházmegye a Szűz Mária kegykép könnyezésének, valamint a Mária Pocsi görögkatolikus kegytemplom zarándokhelyé válásának 300. évfordulóját szombaton a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisvárosban. A Székesegyház előtti téren tartott Szentmisén Kocsis Fülöp érsek metropolita prédikációjában arról beszélt, hogy a Szűz Máriát és a kisdedet ábrázoló eredeti ikon, majd később a másolat könnyezésével Isten rendkívüli ajánlása adott, és ezzel elindult a csodák sorozata, ami a mai napig tart. Először 1696. november 4-én könnyezett az ikon, amelyet ezután első Lipót osztrák császár Bécsbe rendelt. Az akkori Pócsközség lakosai hiába akadályozták testükkel a kép elszállítását, de az emberi hatalom még a mennyeieknek a terveit is keresztül húzta, fogalmazott ünnepi beszédében Kocsis Fülöp érsek metropolita. Hiába kapták meg a hívek a kép másolatát, az eredeti ikon elszállítása nem csak a helyiek, hanem a magyar nemzet fájó sebe is volt. A kegyképről készített egyik másolat azon 1715. augusztus 1-én újra könnyezett Mária Pócson, bizonyítva azt, hogy nem csak az ikon, hanem maga a hely is kiválasztott és szent. Azóta minden évben több ezren látogatnak el a rendezvényre. Vannak, akik gyalog teszik meg az utat otthonról Mária Pócsra. Most érkeztünk, mert éjszaka indultunk, egy órakor fáradtak vagyunk, egy kicsit feltöltődünk, aztán szétnézünk. Mária Pocs 10 éve vált nemzeti kegyhelyé, azóta egyre többen látogatnak el a búcsúba, amelynek most a 300. évforduló is különös aktualitást adott. Boldogan mondhatom, mert most már egy picit úgy empirikusan is, nem csak egy olyan ráérzésre satszoljuk meg a látogatókat. Évről évre növekszik. Az nem biztos, hogy az ilyen búcsúi rendezvények tömeggel növekszik, hanem az egész évben szépen elhúzódik, és megváltozott a látogatók szerkezete. Tehát amíg gyerekkoromban inkább egy kicsit olyan archaikusabb légkör volt tapasztalható, ma reggel 7-kor 5000 fiatal érkezett meg gyalog, akik a jövőt képviselik. Nagyon sok határon túli vendégünk van ezen kívül, tehát a szlovák ajkú, a ruszin ajkú vendégek igen megtalálják a kedvüket, de például ma több csoportunk van az Egyesült Államokból. Az ünnepi Szent Liturgián számos egyházi vezető, a magyar püspöki kartagjai, valamint a környező országok görögkatolikus püspökei vettek részt. A Hajdúdorogi Főegyházmegye tricentenáriumi programsorozata vasárnap a Nagyboldogasszony napi búcsúval folytatódott, amelyen felszentelték a békesség harangját, amelyet az ünnepi alkalomra készítettek. Óvodáskortól egészen a nyugdíjas korosztályig közel 400 táncos vesz részt a második Free Dance Nemzetközi Táncfesztiválon augusztus 17-e és 23-a között. A 3 külföldi és 18 magyar tánccsoport az egy hét alatt ellátogat Dombrádra, Kisvárdára és Nyírtasra is. A fesztiválra Máramarosszigetről és a törökországi Ankarából is érkezik egy-egy néptánc együttes, Ungvárról egy modern tánccal foglalkozó csapat, Magyarországról pedig több hagyományőrző együttes vesz részt a fesztiválon, de emellett lesz társas és modern tánc is. A fesztiválunk szlogenje a tánc a lélek rejtett nyelve, amivel azt szeretnénk kifejezni, hogy minden korosztály, minden tánctípus, minden karakter, ami a táncban megtalálható, megtalálja azt a közös összhangot, ami ezen a fesztiválon létrejöhet. Egyrészt, hogy szeressék egymás kultúráját a nemzetek, hiszen ide látogatnak külföldről, Törökországból, Romániából és Ukrajnából táncosok ide hozzánk Magyarországra. Mi elfogadjuk az ő kultúrájukat, hiszen tudjuk, hogy mennyivel másabb, mint a miénk. Különböző korosztályokat szólítunk a színpadra, hiszen nagyon nagy értéke van egy kisgyermek táncának, egy felnőttnek, és nyilván annak is, amikor egy szépkorú, idős ember megmutatja maga táncát színpadon.
Január óta 140 ezer menekült lépte át a magyar határokat, akiket amerikai üzleti körök pénzéből küldenek hazánkba és Európába, hangzott el a Jobbik Magyarországért mozgalom sajtótájékoztatóján Nyíregyházán. A párt több akciótervet is kidolgozott Magyarország megvédésére a menekültekkel szemben. Az egyik és nagyon fontos kérdéskör a határőrségnek a visszaállítása. Én azt gondolom, hogy ha egy fegyveres testületet felállítunk, akkor ott a fegyverhasználatnak is megvannak a szabályi, és akár a tűzparancs árán is meg kell akadályozni, hogy Magyarországot ellepjék az idegen kultúrájú népek. Egy másik nagyon fontos dolog, hogy a kormány az emberek feje fölött szeretne ilyen befogadó állomásokat létesíteni most Magyarországon, ahol esetleg az adott település lakosságának a felét is elérheti az ott lakóknak a száma, vagy ideiglenesen ott tartózkodók száma. Vízbe fulladt egy 46 éves nő Gyürénél. Információk szerint egy 3 gyermekes családanya fel akarta frissíteni magát a Tisza holtágában, és közben elmerült a vízben. A holttestét horgászok találták meg. Egy súlyos sérültje van annak a balesetnek, amely vasárnap este történt Nagykálló és Birik között. Az elsődleges adatok szerint Táncsics telepnél egy lovas kocsit kezdett előzni egy személygépkocsi, és közben frontálisan belecsapódott a szemből érkező teherautó elejébe. A személygépkocsi vezetőjét a mentők kórházba szállították. Dinnye hamisítókat ért tetten az Élelmiszerlánc felügyeleti hatóság egy ellenőrzés során. Egy Nagykálló környéki felvásárlótelepen az ellenőrök érkezésekor mintegy 21 tonna román származású dinnyét csomagoltak át egy áruházlánc piros-fehér-zöld trikolorral ellátott kartonjaiba. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal zöldséggyümölcs ellenőrei a tételt azonnali hatállyal zárolták és megtiltották a forgalomba hozatalát. Az idei évben ez volt az első feltárt átcsomagolásos eset. A termék eredetének meghamisításával megszűnik a nyomon követhetőség, mely az egyik legsúlyosabb élelmiszerlánc biztonsági szabálysértés. Ezért a zöldséggyümölcs forgalmazó több millió forintos bírságra számíthat. Közösségi napot tartottak Pusztadoboson, a részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Megszerezte első bajnoki győzelmét a Kisvárda Mastergood. Sós Imre együttese az MB2 harmadik fordulójában a Szegedet fogadta, és 2-0-ás félidő után 4-0-ra verte ellenfelét, a hétvégén a Siófok látogat Kisvárdára. Nem borult a papírforma, vendéggyőzelem született a Nyírbátor Nyíregyháza Spartakusz megyei rangadón. Az MB3 harmadik fordulójában lejátszott mérkőzésen a Spari Abduraman, Rezes és Kostics góljaival 3-0-ra verte a házigazdát. Közösségi napot tartottak Pusztadoboson. A szombati rendezvényen díszpolgári címet adományoztak, testvértelepülési, helyi és környékbeli kulturális csoportok léptek fel, valamint megnyitották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Értékek tára című vándorkiállítást. Vigadalom a színpadon és a nézőtéren is, a hétvégi rendezvényen Pusztadobos lengyel testvértelepülésének táncos zenés formációja is fellépett. A gyerekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt, valamint több vidámparki és ügyességi népi játékot is kipróbálhattak. A helyi asszonyok és a környékbeli vadászok pedig kora reggeltől különböző ételeket főztek, sütöttek, volt őzbabgulyás, valamint túrós lapcsánka is. A közösségi napon megnyitották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Értékek tára című vándorkiállítást, valamint díszpolgári címet adtak át a pusztadobosi származású és a települést évtizedek óta segítő Vondorkovics Jánosnak. A díjazott elmondta, a római katolikus templom belső felújítására először közel 10 évvel ezelőtt ajánlott feljelentős összeget. Bementem a papbácsinkhoz, és mondtam neki, hogy hát én felajánlok akkor 1 millió forintot, természetesen szedjék össze a többi pénzt, hát elég sokba került, a pontosat nem tudom, de nem is ez a lényeg. A második pedig az volt, hogy a tetőt kellett cserélni, mert eléggé elavult, újra megismételtem a milliót, sőt, még jött egy olyan is, hogy csillár, egy gyenge minőségi volt, még arra is adtam emlékezetem szerint 350 ezer forintot. A közösségi napot idén is a Jármi Kúria udvarán rendezték meg. Az épített örökségre és az azt körülölelő parkra büszkék a helyiek. Az épületben jelenleg a helyi óvoda és a gyerekház működik.
Elképzeléseim szerint a gyermekintézményt szeretném kiváltani, és megbővíteni egy olyan szárnyal, hogy ez az épület U-alakot venne föl. Tetőteret építenénk a lapos tetőre, és egy rendezvény, koncert, hangverseny központot alakítanánk ki, egy szabadtérit és egy beltéri színházteremmel együtt, amely több funkciós lenne, és ez a járásban én azt gondolom, hogy egyedülálló, illetve a megyében egyedülálló környezetet biztosítana a kulturális szórakozási lehetőségre. A jövőbeli fejlesztés egyértelműsíti, hogy a pusztadobosi óvodának is új helyet kell keresni, így a település vezetése pályázik majd egy nagyobb nevelési intézmény építésére. Ez azért is szükséges, mert a gyermeklétszám nem úgy, mint más településeken, növekszik Pusztadoboson. Megszerezte első bajnoki győzelmét a Kisvárda Mastergood. Sós Imre együttese az MB2 harmadik fordulójában a Szegedet fogadta, és 2-0-ás félidő után 4-0-ra verte ellenfelét. A hétvégén a Siófok látogat Kisvárdára. Az első két meccsen úgy szenvedett vereséget a Kisvárda, hogy a játékkal nem volt probléma, így a szurkolók abban bíztak, hogy a harmadik meccsen már pontokat is szerez a csapat. Az első negyed óra végén megszerezte a vezetést a házigazda, erős baloldali szabadrugása után Costa fejállt a szegedi kapuba. A 34. percben ismét erős állt a labda mögé, és beadása után Vári fejjel duplázta meg a hazai előnyt. A szünet után sem változott a játék képe, a hazaiak magabiztosan futballoztak, és az 54. percben újabb gólt szereztek. A koreográfia nem változott, erős szabadrugása után Vári fejjel volt eredményes. A hosszabbítás első percében tette fel az IRA pontot a Kisvárda, Molnárt vágták fel a 16-oson belül, a büntetőt pedig a csereként beállt, a Rajci értékesítette. Tudtuk, hogy az ellenfél középpályáját át kell valahogyan játszanunk, nem a lapos passzokkal próbálkoztunk, hanem a felévelésekkel. Ebből adódóan elég sok szabálytalanságot sikerült kiharcolni, pontrugásokat az ő 16-osuk környékén. Igazából attól is tartottam, hogy azért lényegesen magasabb játékosok alkották az ellenfél kezdő 11-ét, mint a miénket. Ennek ellenére 3 pontrugásból 3 fejes gól született, úgyhogy ez mindenféleképpen a srácoknak az érdeme. A Szeged edzője szerint játékosai rossz felfogásban futballoztak, és ez vezetett a vereségükhöz. Az agresszivitást kevertük össze, mert nem a 16-os környékén kellett volna oly agresszív lenni, hogy szabadrugásokat harcoljon ki az ellenfél, hanem a 16-oson belül a testi kontaktus ezeknél a pontrugásoknál. És hát sajnos volt, aki ugye a földről fejelt a gólt, nem is kellett felugrani, hát ezek a párharcokban ma alul maradtunk. A két gólos Vári Barnabás örült annak, hogy a Kisvárda akarata érvényesült a pályán. A harcos meccs, ahogy vártuk is igazából, hát próbáltunk mi is hosszú labdákkal dominálni, megcsúsztatott labdákra beérni a kapu elé, hát mind a 3 gólunk pontrugásból, illetve a 4. az 11-esből, úgyhogy örülünk neki, reméljük, hogy folytatásban lesz az akcióból is. A forduló további eredményei: Balmazújváros, Dunaújváros 3-1, Sziget-Szent Miklós, Szolnok 2-3, Budaörs-Sopron 3-2, Ajka-Csákvár 0-1, Siófok-Vác 2-0, Mezőkövesd-Zalaegerszeg 2-0 és Siófok-Girmót 0-3. 3 forduló után a Csákvár és a Szolnok 100%-os az NB2-ben, a Sopron, a Vác és a Soroksár pedig még nem szerzett pontot. A 3 pontos Kisvárda Mastergood a 11. helyen várja a Siófok szombati vendégjátékát. Nem borult a papírforma, vendéggyőzelem született a Nyírbátor Nyíregyháza Spartacus megyei rangadón. Az MB3 harmadik fordulójában lejátszott mérkőzésen a Spari Abduraman Rezes és Kostics góljaival 3-0-ra verte a házigazdát. A Nyíregyháza Spartacus egy csütörtökön lejátszott hosszabbításos kupamecs fáradalmaival érkezett ahhoz a Nyírbátorhoz, amellyel a bajnokság előtt 3-3-as döntetlent játszott felkészülési mérkőzésen. A meccs kérdése többek között az volt, hogy a Spari megőrzi a hibátlan mérlegét, vagy pedig a Nyírbátor szerzi meg első pontját vagy pontjait. A nyíregyházakat elkísérte a szurkolótábor, így Mátyus János együttese szinte hazai környezetben érezhette magát. Az első gólra mindössze 7 percet kellett várniuk a drukkereknek, Abduraman szerzett vezetést a vendégeknek, amit Rezes a 32. percben megduplázott. Szünet után Kosztis szerezte a mérkőzés 3., mint később kiderült, utolsó gólját. 3 forduló után így a Spari a Ciganthoz és a Kazincbalcikához hasonlóan 100%-os, míg a Nyírbátor a Diósgyőr 2 társaságában pont nélkül áll a tabella végén. A Nyíregyháza Spartacus szombaton a Jászberényt fogadja, a Nyírbátor vasárnap hazai környezetben az Újpest 2 ellen lép pályára.
Három ezüstéremmel zárta a kazanyi Master világbajnokságot Szokol Diana. A nyíregyházi úszónő a 800 és a 200 méteres gyorsúszás után a 400 méteres gyorsúszásban is másodikként csapott a célba. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A csapadékszegény időjárás és a rendkívüli meleg miatt jelentős károk keletkeztek a napraforgó és a kukorica ültetvényekben. Azokon a területeken, ahol nincs öntözésre lehetőség, akár 40%-os terméskiesés is lehet a szárazság miatt. A termelők várható árbevétel kiesését a kárenyhítési alapból szeretné pótolni a megyei agrárkamara. Még 8-10 évvel ezelőtt évente közel 2000 lakást építettek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, addig az elmúlt években körülbelül 250 új lakást regisztrálnak évente, tájékoztatta televíziónkat a megyei területi építészkamara elnöke. Vég József hangsúlyozta, a piacon javuló trend indult el, ezt többek között a családi otthonteremtési kedvezmény, azaz a CSOK is segíti. Több ezer hívő jelenlétében Szent Liturgián ünnepelte a hajdúdorogi főegyházmegye a Szűz Mária kegykép könnyezésének, valamint a Mária Pócsi görögkatolikus kegytemplom zarándok helyé válásának 300. évfordulóját szombaton a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisvárosban. A Székesegyház előtti téren tartott szentmisén Kocsis Fülöp érsek metropolita prédikációjában arról beszélt, hogy a Szűz Máriát és a kisdedet ábrázoló eredeti ikon, majd később a másolat könnyezésével Isten rendkívüli ajánlása adott, és ezzel elindult a csodák sorozata, ami a mai napig tart. A Kölcsei Televízió hétfői hírműsorát látták. Friss hírekkel kedd este jelentkezünk. Híreinket addig is természetesen megnézhetik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk záporokkal, zivatarokkal. Egy lassan északkelet felé mozgó frontzóna alakítja időjárásunkat. Éjjel is borult lesz az ég, eső zápor többször is várható, akár zivatar is előfordulhat. A változó irányú szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, továbbra is több alkalommal várható eső, zápor, zivatar, jelentős mennyiségű csapadék valószínű, a nyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. Délutára 21 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A nap UVB sugárzásának erőssége 11 és 15 óra között is mérsékelt marad. A hét közepéig általában felhős idő valószínű és ismétlődő jelleggel számíthatunk esőre, záporesőre, néhol zivatarra. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat. A hosszú hétvégén már hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, és csökken a csapadék hajlam is. Szorványosan azonban záporeső továbbra is előfordulhat. Szerdáig tovább gyengül a nappali felmelegedés, majd a hét második felében kissé melegszik az idő, de 25 foknál a délutáni órákban sem lesz melegebb.